Siklósi Gergely fantasztikus egyéni aranyérme után a csapatok küzdelmeivel folytatódhatott a Budapesten rendezett vívóvilágbajnokság. A magyar női párbajtőr csapatban az enyediben 23. helyen végzett, mindössze 16 éves Muhori Eszter képviselte a BHS-e vívó szakosztályát, ráadásul befejező emberként. Első ellenfélként Szingapúr csapatával mérkőztek meg a lányok, és magabiztosan 45-25 arányban hozták is a meccset. A következő körben a sors fintorának köszönhetően azzal a kínai csapattal kerültek szembe, akik a végén világbajnoki aranynak örülhettek. És a későbbi aranyérmes ellen sajnos a papírforma érvényesült, annak ellenére, hogy majdnem a legvégéig szoros küzdelem folyt a két válogatott között. Végül egy Románia elleni újabb vereséggel, majd egy Kanada és Svájc ellen aratott győzelemmel a 13. helyen zárta a magyar csapat a hazai rendezésű világbajnokságot. A férfiaknál nagyon fontos volt a jó szereplés az olimpiai kvalifikáció szempontjából. Ennek megfelelően nagy összpontosítással kezdte meg a Rédli András, Siklósi Gergő és Berta Dániel személyében három honvédos vívót is soraiban tudható férfi párbajtőr csapat. Chile ellen magabiztos győzelmet arattak a fiúk, majd következett az igen jó erőket képviselő Ukrajna csapata. A végén ezüstéremig jutó ukránok ellen sajnos egyértelmű vereséget szenvedtek párbajtőrözőink, így az alsóágon folytathatták csak a harcot, ahol a németek elleni magabiztos győzelmet egy aranytusos vereség követett a kazahok ellen. Majd az Európa-bajnoki ezüstérmes dánok ellen aratott 45-36 arányú győzelemmel végül a 11. helyen végeztek a srácok. Ennek megfelelően csalódottan nyilatkozott Rio olimpiai bronzérmese Rédli András a Honvéd média stábjának. Nagyon nehéz így azért beszélni róla, mert abszolút az érzelmek hatása alatt vagyunk. 5 perccel ezelőtt még vívtunk a dánok ellen a 11. helyért, ami egy nagyon csúnya szám, mert nem ez volt az álmunk, nem erre készültünk az elmúlt időszakban. Két fele venném ezt az egész értékelést. Ugye megvertük Chilét, ez egy mondhatni nem lebecsülve őket, egy melegítő mérkőzés volt, majd utána az ukránok ellen vívtunk a 8 közé jutásért, amire készültünk, tényleg becsülettel és vereséget szenvedtünk. Ez nagyon fontos lett volna, ez egy nagyon fontos csata volt az olimpiáért, de a háborút szerencsére még nem veszítettük el. És hát utána nagyon nehéz dolgunk volt a hátsó ágon, mert azért nyilván itt is a minél jobb eredményt tűztük ki célul, ugye a 9. helyet lehetett volna elérni. De azt hiszem, hogy összességében nem érheti bántás a csapatot. Tehát én nagyon remélem, hogy nem is fogja, mert becsülettel, tiszta lelkiismerettel, küzdőszellemmel, fölvértezve hagytuk el a pástot. Sajnos ilyen a élsport, ilyen a vívás, kis különbségek vannak csapatok között. Én úgy érzem, hogy nem igazán volt szerencsénk azzal kapcsolatban, hogy az ukránokat kaptuk. Hát kaphattuk volna a németeket is, vagy a spanyolokat, a lengyeleket, akiket azt hiszem, hogy megvertünk volna, mindenféle beképzeltség nélkül állíthatom ezt. Az ukrán a mai napon jobb volt nálunk ennyivel. Sajnáljuk, hogy ez pont Budapesten történt velünk, a budapesti VB-n, mert ugye a VB lett volna a legfontosabb. És hát sajnáljuk azokat a szurkolókat is, akik kijöttek drukkolni nekünk, mert szerettünk volna nekik is bizonyítani. De ennek ellenére, amivel kezdtem, azzal zárnám, hogy a háborút nem veszítettük el, mert még minden kapu nyitva van az olimpiával kapcsolatban. Szeretnénk ott lenni Tokióba, és attól függetlenül, hogy most 11. lett a csapat, én azt hiszem, hogy ez egy reális célkitűzés. Csak a Honvéd.